Sziasztok! Aventúrában vagyunk, és ha már erre jártunk, akkor megmutatjuk nektek Florida legnagyobb mallját, vagyis bevásárlóközpontját, az Aventúra Mall. Innen az emeletről szépen látszanak Aventúra felhőkarcolói. És az óriás csúszda, amit nemrég adtak át, aztán a vírus miatt le kellett zárni, és a hatalmas lábfelirat. Ez jó poén lehet azon az üvegcsúszdán lejönni. Egy ilyen jó forró floridai idő, nem tudom mennyire lehet az... Gyorsan lejössz, nem érzed? És rengeteg művészeti alkotás is van, ezek itt a gorillák. És pihenőkert. Ebben a gyerekek megszoktak smátózni, és lehet hűsölni. És ezek a fák itt a kívánságfák. Lehet olvasgatni. I wish for love. Szerelmet kívánok magamnak. Hány darab fa van? 1, 2, 3, 4, 5. Ott is hátul van. 5 ház. Kívánok magamnak egészséget és jólétet. 2020 menjen, igen. És minden hétvégén van egy beltéri piac, ahol kézműves termékek vannak, próbálnak helyet adni a pici helyi üzleteknek. Itt az emeleti részen vannak bárok, éttermek, hát igazából a bevásárlóközpontnak a teljes területén több mint 40 étterem és kávézó van. Jó étterem vannak, mert nagyon. Szóval nézzünk be együtt ebbe a bevásárlóközpontba, ami arról híres, hogy több mint 300 üzlet van, mindenféle üzlet, természetesen luxusmárkák is. És persze ez akkor ugye, ahogy említettem, Florida legnagyobb bevásárlóközpontja, de az Egyesült Államokon belül is azt hiszem, hogy az 5. legnagyobb. Igen, az első 5 biztos benne van. Rögtön, nézzetek, mi van itt. Ez, ami lehet venni, és akkor otthon tudsz csatolnia. Tölteni az autót. Igen. Tehát ez ilyen otthoni töltő? Otthoni töltő, igen. Gyors töltő, gondolom. Igen, feketében jobban néz ki, nekem is jobban tetszik. De fekete, amikor feketek a kereke is. Aha. Akkor tetszik. Szép ez a hófehérbőr belső. És hát a Teslának ugye van már napeleme, az okos házakba. Van ide látom, de van, amikor a cserép, a tetőcserép. Maga a tetőcserép, igen, a napelem, igen, azt már én is láttam, hogy olyan is van már. Gyönyörű szakillátas itt. És itt van hozzá a ház, mint a ház falára szerelnek fel. Láttam, hogy garázsba teszik. Hát de egyébként a ház falán is jól néz ki, mert hát annyira dizájnos, szóval nem kell elrejteni a garázsba. Jó, hogy így nyitásra érkeztünk, most 10 óra van, és még kevesen vannak. Én jobban esik így nézelődni. Nem tudom, mi a baj, hogy nagyon üres, lehet, hogy új a szalon nagyon, mert üres a polcon. Hát ez teljesen új ez a szárny, szóval valószínűleg most nyitotta. Akkor a szerien. És igen, ez egy kutyabarát hely, ebbe a bevásárlóközpontban lehet jönni kutyusokkal. Ő egyébként kutyaoktató. Nagyon jó ez az Apple Express, hogy arról van szó, hogy csak online rendelsz a dolgot, és akkor csak ide jönsz van egy kód. Ez gyorsan tudsz pakolni. Pár pillanat alatt felveszed, igen, amit rendeltél. Igen, nem kell bemenni a bolton, nem kell várni a sört, szóval nagyon. Szerintem igen, mert a nagy üzletben mindig sokan igen, vannak. Igen, nagyon praktikus, szerintem nagyon jó. Ezekből a művészeti alkotásokból több mint 25 van a bevásárlóközponton belül és kívül is. Ez is egy művészeti alkotás lenne itt. Ezt azért mutatom nektek, mert az elmúlt években gyakorlatilag, mint a rakéta, úgy kilőtt ez az üzlet. Otthoni edzéshez ilyen bicikliket árulnak. Mivel a sztárok is ezt használják, nagyon nagy népszerűségnek örvend. És persze vannak hozzá ilyen kiegészítő termékek. Még a kulacs is. A képernyő ki lehet választani az edzésprogramot, hogy kivel szeretnénk egy órát. Vagy lehet ugye spinningelni, biciklizni. És hát a sikerüket mutatja, hogy már saját márkás ruháik is vannak. Jó minőség? Aha. Nagyon jó lett, nagyon jó anyaga. Például az alsó az $60. Igen, nem csak dizájnos vagy jól néz ki, hanem tényleg jó az anyag is. Be van építve a súlyzó. És milyen jól néz ki. A Ferrari üzlet. Aki szereti, annak ez egy kincs, ez az üzlet. $75 a fehér póló. Isteni az anyaga. Nagyon finom. Partner a Puma. $145. 2001-es szezonból egy replika. Nem sokára az apukákat ünnepeljük, június 20-án. És itt egy másik nagyon népszerű és új fitness termékekkel foglalkozó üzlet. Szlogán szerint a legokosabb otthoni edzőgép. Igazából ott a fotó látszik, és itt is bemutatják. Vannak az eszközök, az edző, akkor mindent elmagyaráz. Akkor az edző utasításai alapján el lehet kezdeni. Ahogy ismersz, motor van benne, és úristen, és marha jó, mennyire tudja, hogy milyen erőkifejtésre van szükség. És persze akkor minden adat megjelenik a képernyőn. Minden van, kardió, nyújtás, kickboxing, teljes, vagy csak a felsőtest, vagy biceps, vagy triceps, minden. Mindenféle edzés. 3700 valamennyi. Elég masszív darab. És mondhatjuk, hogy különleges is. Az Equinox, ameddig tudom, ez egy ilyen luxus konditerem. Spa, tudod, ilyen nagyon full extra, mint egy jó csillagos szaloda. Szóval itt a bejárata ennek a fitness központnak. Egy juice barral indul. Egészséges reggelik, italok. Természetesen nem lehet forgatni bent, megkérdeztük. Mert ez pörkész a szége, ez férfi. Igen. Mennyire jó. És a trendi napszemüvegek, igen. Jó, Lady Gaga. Paul and Shark. Brooks Brothers. Nem? Hogy összeöltözzünk? Szerintem. Nagyon szép belül is. $198. Együtt a felső meg a nadrág, ez nagyon jó. A Sephorában nézzük már be. Hova? A Sephorában. Ugye itt minden a sminkeléshez, kozmetikumok. Végtelen választék. Úgyhogy kedvelik a smink termékeket, és hát persze a professzionális sminkeseknek. Ez egy paradicsom. Ezek itt a Rihanna termékei. És ugye minden bőrszínre. Itt is van. És persze ugye itt nem probléma, hogy ha valamit kipróbálunk, azért vannak kirakva a termékek, hogy ki lehet próbálni, lehet tesztelni. Magyar a tulajdonos. Péter Tomás. Ezt csak tudom javasolni, ha valaki van... Tudom, mi volt nekem? Pattanás a szárca. Ami 40 éves volt, az mindig, mint egy tini. És soha többé szeretem bejön nekem. Ezek ilyen korongok, ami így át van itatva valami speciális dologgal. Soha többé. Tényleg nagyon szépen megtisztítja, leszedi a dolgokat nekem az arcról. Nekem soha, amit én használtam, hetente egyszer lehet, de soha többé nem volt nekem egy patona. Patona? Patonás. Ez fényvédős. Ez is ilyen hámlasztógél férfiaknak. Ez miért jó? Mint ami férfi nincs semmi illat. Illatmentes. Illatmentes, nem már semmi, szóval nagyon jó. És akkor sminkelnek is persze. Bent az üzletben. Sephorának a kollekciója. A Kylie Jennernek a termékeit kerestem, de helyette megtaláltam a Jennifer Lopez új kollekcióját. Ugye ő nemrég lépett be erre a területre. Itt vannak a J Lo Beauty termékek, mint újdonság. Nagyon J Lo színekben. Bella Hadid. A reklámarca ennek a Dior termékcsaládnak. Lehet kérni sminkelést. Én is megtaláltam a La Mer, hát ezért egész Hollywood oda van. Ezekért a krémekért. Ez a pici $95-ba kerül. Csak összehasonlításképpen a J Lo krém az $48. Ami lesz a köszön? You know, something else. Yeah, maybe you just noticed that the hair was later. A Dyson termékek. Nem tudom, mi a vicces, de a férjem nagyon röhög. És az üzlet végén ott vannak a parfümök. Thank you. Persze van bent galéria is. Egy spanyol festő. López, igen. López, aki... Ó, velem egy idő. 1906, de most Kolumbiának. Modern, nagyon jó. Mit szólsz, ahogy homlokon csókolja a párját? Úgy látom, hogy fiatal művészek alkotásai, vagy legalábbis az én korosztályom. Mondhatom, hogy fiatalnak. Azért ilyen modern, a szuperhősös. Chile. Nem rossz. Az íróasztala a lánynak, aki itt dolgozik. A pénzőrület. Minden formában. Hát igen, minden lehetséges. Lehet álmodozni. És a megvalósításhoz az kell, ami itt van a falon. Kőkeményen. Ez milyen szexuál. Szóval a lány orosz, de a tulajdonos az ukrán. Itt lehet érdeklődni ilyen luxus lakások iránt. Ezt gondolom Miamiban van. Szóval hétvégente, igen, itt a tábla ez mutatja, hogy itt van a market. Ez szerintem így csinálni? Igen, igen, igen. Ilyen beltéri. Ez azért jó, mert hogy akkor a helyi kis üzletek itt be tudnak mutatkozni. Hogy nem csak a nagy multi, akkor a picike, ne a kicsi üzlet. Itt van lehetőség, ez nagyon jó. Biztonsági. Valahol reggelizzünk. Várom, mert most rosszabb a jó. A Bertó nem bírja. Inkább meleg szendvicset ennél, de valami helyes egyébként a kis bár, tetszik. Szóval mindenféle luxus márka van, és persze a hétköznapibbak is. Itt vannak a koi halacskák. És egy másik művészeti alkotás. Serena Williams a reklámarca a lányával. Ez az egyik kedvencem. Az a jó, hogy tényleg olyan üzletek is vannak, ami máshol nincs. En esa Yohji Yamato designer. Állítólag a Florida Chopitban. Nagyon trendi, látom, igen, sokan vannak benne. Igen, ez te mennyire trendi, hogy annyira trendi, hogy $500. De nagyon jó. Nagyon jó. Ruhák is. A rapperek, énekesek. Szóval imádják a sztárok. Jól néz ki. Ez nagyon jól néz ki. Szerintem, nem? Annyira vicces, mert azt mondja, hogy ez biztos $1000, és így figyeljetek. Ez kereken, $1000. Kereken $1000. Jó megtippelted. Tudsz valamit? Ki kell láttál ilyet? Maluma. J Balvin, Nicky Jam. Hát a latin sztárok is. Hát ők már ugye világsztárok. Mert az amerikai sztárok is. De én eszembe. Everything right, thank you. 30% kedvezmény van. Partnerségben az Adidasszal. Igen. Szóval ennek a brandnek japán a tervezője az Adidasson belül. Szóval. A Panama kalapok. Emlékszem, igen. Ez nagyon-nagyon trendi volt, nagyon bajó. Neked ilyen? Igen, ilyen stílus. Ez nagyon bajó nekem. A sapka is jó. Sapka is jó. Kézzel sodort szivarok. Szép a humidor, amiben benne van a tartó. Honnan van? Ugye kubai szivart nem lehet Amerikában árulni. Tehát megoldják úgy, hogy máshol gyártódik, nem Kubából hozzák be. A mago, azt mondta, hogy kubai mago. Oda öltözte a kubai mago Nicaragua, és Nicaragua hozza leveleit Miami, a kis Havana, a pici és Havana, akkor itt készítik, és akkor itt csinál a kubai ember. Így oldják szóval meg. Kubai mago Nicaragua földön, ide-vissza hozza, és így megcsinálja. Csak hogy legyen valami kis. mert ugye azért nem lehet, mert nem akarják a Castro rezsimet támogatni. Persze. Azzal, hogy direkt Kubából hoznak szivarokat. Érteni kell, hogy a Castro, amikor elkezdte, 1959, akkor lopta mindenkinek a Havana Club, a Bacardi, a szivarnak a földön, mindenkinek. Minden. Szóval neki büntetni kell. Szóval ha te lopta a szusz, akkor most nem engedő, hogy így legalább nem Amerikában. Nem fogunk tőled vásárolni és téged gazdagítani. Budapesten lehet, Budapest tudsz kapni a szigatóba, mert valahol tudsz kapni kubai szivarról. Európa lehet, Mexikói lehet, Kanada, de itt nem engedő. De Amerika nem engedő. Szóval itt van egy óriási nagy gazdapiaca, ami nagy, a legközelebb vagyunk, szóval 40 perc, de nem fogunk engedni, hogy itt. Nem támogatja az Egyesült Államok a kubai elnyomó rendszer. Azért egy csomó ember, amit csinálja, ez, hogy az amerikai, hogy Bahamas vagy Mexikó szokta menni, ha meg ilyen, és akkor idehoz azért látó a Hollywood sztár, hogy van egy nagy kóiba, meg ilyen egy nagy kubai szivar, lehet, tehát nem Kubából hozzá. Igen, Bahamas, vagy Mexikó, vagy Dubai, ott is van. Jó, ez a kis Burberry kabin itt, és üvegfelitka. Mandulás tolszon, az jó, azt tetszik. Vannak szendvicsek, meg wrapsok. Na, amíg várjuk, hogy elkészüljön a reggeli, addig még ide a Bloomingdales-be besétálok. Legalább az elejét megmutatom. Ez ugye egy luxus áruház, itt az áruházon belül, bevásárlóközponton belül. Többszintes. És ugye kozmetikumok vannak az elején, de persze táskák, cipők, napszemüvegek, minden. Itt például a cipők. Balenciaga. Rengeteg kozmetikum, ékszer, parfüm. Lakberendezési áruház. Megvan a reggelink, és már tényleg csak arra van időnk, hogy bevágjuk magunkat a kocsiba, és menjünk a gyerekekért az iskolába. Sajnos nem tudtam odaülni, mert nem. Igen, nem tudtuk helyben megenni. Igen, nem fogunk érkezni a matikáidba menni, szóval nem sajnos. De ha már tényleg erre jártunk, akkor ezt meg akartuk nektek mutatni. Igen, mert ez nekünk 40 perc azért. Nem szoktunk annyira gyakran jönni. Tetszett számol, csak azért nem beszélni onnantól inni, csak azért mert amol jönni. De ha így voltunk, tök jó, tök jó. Úgyhogy rohanásban vagyunk, de azért elköszönünk tőletek, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!